Már zöldelnek a repcéltetvények szexárd határában, a növények szépen fejlődnek annak ellenére is, hogy decemberben mindössze egyetlen napon esett az eső, akkor viszont annyi, hogy behozta az egész havi átlagot. Januárban is minden adott volt a normális fejlődéshez a szántóföldeken és az ültetvényeken is. Hiába dőltek meg a meleg rekordok a hónap utolsó napjaiban, a havi középhőmérséklet némileg elmaradt az átlagostól. Ez az enyhesség a végén ugye sokakban azt a kételyt kelti, hogy esetleg a fás növényeknél, ültetvényeknél, szőlőnél esetleg okoz kárt. Most én az én egyéni véleményemet mondom, ha most egy átlagosra visszahűl a hőmérséklet, és semmi gondot nem látok a szőlő vagy ezeknél a növényeknél, hisz 20. tájáig általában kényszernyugalomban vannak a fás növények. A szokatlanul ennyi időjárás után a meteorológusok a következő napokra fagyokat és komoly viharokat ígérnek. Ez viszont az agrárszakember szerint nem jelent majd veszélyt a növényekre. Ha egy normális február lesz, akkor még ez semmilyen gondot nem jelent. Szerintem a szántóföldi növényeknél meg pláne nem jelent gondot. Az igaz egy kicsit, ha az ember megnézi a repcék, azok le vannak vörösödve, de 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt egy ígéreg január, amikor azt mondtuk, hogy na a repcéknek annyi, ezzel együtt gyönyörű repcetermés volt azzal az évben. Az előrejelzések alapján a viharos télies időjárás egészen jövő hét közepéig megmarad.